Érzékeny ártatlanság. Anya! Apa! Miért nem veszed fel a telefont? Meghalt. 416 mocsok rács mögött, így tovább. A zsaruk holtan találtak rá Barbara Szebicsre. A főbíró felesége. Küldjünk virágokat. Szebics 24 óráig nem jelentette be a halálesetet. Mi ez? A pápa adott engedélyt a belépésre. Ne most, Ilé. A főnöködnek mondtam. A zsaruk nyomozókat kérnek. Ízzik a levegő, van véleménye? A legmélyebb tisztelettel mondom önnek. Tűnés az irodámból! Ugyan már, Tommy! 20 évvel ezelőtt sikertelenül vádolt a Szebicset a szeretője megölésével. Nem gyarakszik? Lehet idegenkezűség? Mi a baja? Rémeket lát. Biztos? Egy évvel korábban. De bíró úr, csak Mr. nézze... Mr. Morton, kérem, ön a vádló úgy értelmezi a nyomozati anyagot, ahogy akarja, viszont Mr. Harnason feltételezhetően nem tudta, hogy az arcént nem mutatja ki a méreganyag vizsgálat. Sőt, még az sem bizonyítható, hogy Mr. Harnason meg tudta volna mérgezni a párját. Több közeli ismerős vallotta, hogy a vádlott nem tud főzni. Igen, bíró úr, ez így van. Mr. Morton, kérem, a döntésünket időben közöljük. Tisztelettel, bíró úr, óvadékot engedett a fellebbeszélőnek. Elnézést, tudjuk, Mr. Molto. A precedens Mr. Molto, után... van valami probléma az óvadékkal kapcsolatban? Nincs, bíró úr. Végeztünk. Ötítés vett le a handicapjéből. Jó, de 100 alatt maradt. Ismerős nézés. Molto főügyész legszívesebben megenné a veséidet vacsorára. Csak az esküdszéket akarja meglágyítani a jelenlétével. Ugye nem számítasz visszavonásra a fellebbvitelnél? Arzénnyomokat találtak a házában. Nem tudom. A helyzet az, hogy néha eszembe jut, milyen volt vádlottként ülni a tárgyalóteremben. Ártatlan voltál. Tommy nem így hitte. Sőt, most sem így hiszi. Erre az ügyre sem kéne mérget vennie. Meglepetés! Uram, atyám! Ugye nem hagytad otthon a személyidet? 60 évesen belefér. Isten éltessen. Köszönöm. Boldog szülinapot, apa. Ó, Ned. A 60 az új 40. Ezt mond a térdem. Ne kezd el sorolni a nyavajáidat. Az én listám hosszabb. Sandy, te vagy az egyetlen ügyvéd, akit jó látni az irodámban. Márca, itt az egész Stern és Stern. Boldog szülinapot. Ja, teljesen meghatottatok. Ki volt a szervező? Ne rám nézz! Azt a mit is mondhatnék? Csak fújjon, 10 perc múlva értekezlet. Anna sütötte. Köszönjük meg neki. Nagyon a legjobb ügyvédjelölt. Nem ez az utolsó heten állod. De jövő héten Ray Horgennél folytatja. Szia. Kár érte. Ez nagyon kedves egy magadfajta cápától. Dízelgő. Ne. Csak fél szeleted Rustynak. Családi szülinapi vacsora lesz. Hatvan évesen már tudod, hogy nem szabad, de nem érdekel. Halihó, a bogyóid. Ó, köszi. Gyógyszer. Finom lesz. Vettem egy üveg Chateau Tourmalet. A mindenit. Micsoda ügyvéd leszel. Ja, ha levizsgázom PP-ből. Az mi? Á, csak egy ajándék George Mason-től a tekintélyem és szakmaiságom tiszteletére. Jobb, mint egy zokni.
Óvadékkal elengedtem Harnasont. A méregkeverőt? Miért? Ki az a Harnason? Egy meleg ügyvéd, akit a párja megölésével vádolnak. Másodfokon van, és óvadékkal elmehet. Régen egy másik szabálysértés miatt pár homofób ügyész lecsukatta. Akkor én is egy ügyész voltam, és félő, hogy köztük voltam. Félő, hogy a saját korlátolt előítéleteim miatt került börtönbe. Hát, 60 évesen már a memoáromat fogalmazom. Még most is remek ez a torta. Anna szorgosan szervezte a meglepetés bulit. Nagyon szorgalmas, az biztos. Az összes szaktársam oda van érte. Akkor hívd Randira, Anett. Kicsit idős hozzá, nem gondolod? Már volt vagy 3-4 állása a jogi egyetem előtt. Ó, oh, bocsinet, elfelejtettem. Apukád magának tartogatja őt. Nem volt vicces, Barbara. Mi az? Mi a baj? Délután. Nem. Vince-ből mondtam azt. Anáról. Nagyon bejössz neki. Ugyan, ne hülyéskedj már. Mindig csillog a szeme, ha meglát téged. Barbara, ez... Örültség? Nem. Mondd ki. Nem fogom. Mondd ki. Nem ezt akartam mondani. Egy 25 évvel fiatalabb nőről beszélsz, Barbara. Fölnéz rám, mint egy mentorra. Az összes fiatal ügyvéd oda van érte a bíróságon. Ezért is megy el egy hét múlva. Ez nem... Ez az, játszadoz csak. Játszadoz, Rusty. Igen, a szent Rusty észre sem veszi. Oh, kefélsz vele? Hát, Jézus. Dehogy, mint tudjuk, hogy te sosem tennél én ilyet. Én is felhozhatnám a múltadat. Akkor még nem diagnosztizáltak. Akkor más ember voltam, de te nem. Te ugyanolyan voltál. Te játszod a mindenható fellebbviteli bírót. Ez csak szerep, ez csak szerep! És ezt senki sem tudja jobban, mint te! Ma vagy 60 éves, Rusty, és nem vagy elégedett. Nem elég, hogy te vagy a nagymenő bíró, és nem elég neked az a dilis nejed. Utálsz itt mindent, de legfőképp utálsz engem. Nem. De igen. Barbara. De igen. Nem igaz. Egy héttel a halála után megtartották Barbara Savage búcsúztatóját. Ahogy az egybegyűltek már hallhatták, Rusty Savage bíró úr állításával egybehangzóan, a Kendall megyei halott kém szerint Mrs. Savage természetes okok miatt halt meg. Na, minden nap edzett, jó formában volt. De hogy kapott Barbara szívrohamot? A kalapomat teszem rá, hogy azért edzett minden nap, mert senki nem érte meg a családjával a 65-öt. Minden genetika, sajnos. Milyen lett a vérkép? Immunteszt volt és toxikológia. Mit mutatott ki? Mindent is. A nő több gyógyszert fogyasztott, mint egy kórház. Sok bogyó bipoláris zavar. Ha sok bogyótól leállhat a szív. Nem, ha előírtan szedte. Halála után nehéz lesz megtudni. Jó, ha nem is természetes úton halt meg, amire van 1% esély, akkor véletlenül túlnyomta a gyógyszereket. És Savage bíró miért ült ott egy egész napot? Meghalt a neje. Nem írt, nem szólt senkinek.
Ki tesz ilyet? Nem tudom, Jimmy, sokkot kapott. Figyelj, nincs miért nyomozni. Örülök, hogy ennyire körültekintő vagy. 20 évvel ezelőtt elcsíphettem volna Rustyt. De ledarált, kitűzte a fejem a várfalra, hogy mindenki leköphesse, és sértetlenül lelécelt. Gyerekem van, állásom van. Nem lehetek másodszorra is fekete bárány. Majd nyomozok. Nem, Jimmy, kizárt! Egyedül, diszkréten. Tudnom kell, hogy semmisége. Ha bárki rájön, te mondod a gyászmisémet, megértetted? A megbecsülségemmel játszol! Síri csend és hullaszak. Ja, persze. Köszi. Imádom őket. Köszi. Barbara. Ez komoly? Horgen irodájába, hogy otthon érezzem magam. Két mérettel kisebb vagyok, de köszönöm. Adja az utódjának. A lába nyomába sem érhet. Tényleg? Ha? Látja ez? Önfejlesztő könyveket olvasok. Diétázom, jól teljesítek a karrieremben, és mégis könnyezem. Mert a lehető legjobb tanárt hagyom el. Most én könnyezem. Csoda, hogy nem vesztettem el a kulcsokat. Én biztosan nem bánja. Dehogy. Nem akarom, hogy egyedül cipeljen ki 2 évnyi cuccot. A hangposta. Gondolom lenémítottad a telefonodat. Így sel, ha 10 után jössz haza. Majd ön is megszokja, ha feleség lesz. Voltam 22 évesen. Tényleg? Nem tartott sokáig. Gondoltam, van időm férjet keresni. 34 vagyok. Az utolsó pasim 40 volt. Egy mosást sem tudott beindítani. Lehet, hogy nem voltam elég nyitott. Guruk, papok, mind jöhet. Sosem szabad ítélkezni. Ez az öné. Az enyém? Egy kis semmiség. Tetszik? Igen. Ön nagy dolgokra hivatott. Sokat jelent nekem, bíró úr. Nincs önnél jobb ügyvédjelölt. Na, na, hé, tessék, semmi baj. El sem tudom mondani, mennyire szeretném. Visszautasít, bíró úr. Sajnos. Nehéz úgy leélni 60 évet, hogy tudod, sosem érhet el a szerelem. Én szeretnélek, Rusty. Megpróbálnál. De nem lehetünk boldogok. Próbálj meg. Próbálj boldog lenni.
Nem akartál eljönni. Végig éreztem, hogy ellenállsz. Nem akartam idáig jutni, de tessék. Én nem gondolok túl semmit. Csak döntök. Ez tehetség. Rettentően különbözünk. A korunk miatt férfi vagy, nő vagyok. Nem vagyok fiatal. Nem hagyhatom el. Ne mondj ilyet. Miért? A fiam sosem bocsátaná meg nekem. A feleségem pedig beteg. De én így is újra összeházasodtam vele. A tárgyalásod után. Jól van, értem. Beszéljünk most erről. Jó. A legutóbbi nőt, akivel viszonyom volt, meggyilkolták. Akkor meg fogsz ölni engem. Sokan azt hiszik. Még ügyész voltam. Viszonyom volt egy kollégámmal, akit megöltek. Most olyat mondok, amit becsületből senkinek sem mondtam 20 éve. Nem én voltam. Mindent olvastam az ügyről. Hidd el, tudom, hogy ártatlan vagy. Ha Barbara nem lenne, együtt lehetnénk, ugye? Kiszáll a liftből. Ott van vele ez a fiatal csaj. És én mondom, a parkolóban még tűrte be a blúzát. Futó kalandjuk volt? Úgy nézett ki. Mikor történt? Tavaly. De a csajt egy héttel később is láttam. Több okuk is lehetett rá, hogy egy hotelben találkozzanak. Ebéd? Ő a Gresham Hotel biztonsági vezetője. Volt zsaró, lusta disznó. De ha ez igaz... A bírónak volt oka megölni a nejét. Tavaly történt az eset, túl rég ahhoz, hogy releváns legyen. És egyébként tudod, mi az a válás? Rusty félt, hogy a válás rontana a hírén. Vagy terhesett a lány és meglátszott. Ebből kiindulhatunk. Hogy szerezted ezt az infót? Mi vezetett Kantuhoz? Együtt biliárdozik egy helyi zsaruval. Ez kellett nekünk. Hadd lebzseljen körülött a rendőrőrs. Kérjék ki a szakmai véleményét arról, hogy volt-e Rustynak oka kinyírni a nejét. Kérjük le Rusty számla kivonatait. 90 napra titkosítjuk a nyomozást. Lesz 3 hónapunk, mielőtt rájönne. Tommy, mi vagyunk az ügyészség. Azt akarod, hogy egy zsaru kotyogja el a sztorit egy riporternek arról, milyen vaj volt a főbíró fején, de féltél, hogy a csúnya Rusty megint elfenekel? Jamie, üres fegyver. Kell egy töltény. Egy robbanó töltény. Ha meglövöd a királyt, megölöd a királyt. Mindjárt zár az ajándék volt, és gőzöm sincs, mit vegyek Ned szüli napjára. Túl sokat aggódsz érte. Sok szaktársát ismerem, azt mondják, zseniális. Ja, a körülmények dacára. Remélem, nem örökölte az anyja depresszióját. Jót tett volna neki egy testvér. Mondjuk egy kis húg. Ja, intézzük el.
Barbara mindig mondta, hogy csak egy gyereket tud szeretni, ne tedd. Én meg elfogadtam. Rusty, nincs kétség. Remek apa vagy. És mellette remek pasi. Annál már nincs nálam óvszer. Bíró úr! Micsoda véletlen! Miről van szó? Az ügyem. Tudnom kell. Tudja jól, hogy nem beszélhetek a fellebbezésről. Tudnom kell, hogy újra ülni fogok-e. Folyton rettegek. Kérem. Készüljön a legrosszabbra. Tényleg? Nézze, megtette. Nem igaz? Maga is, mégis szabad. Felmentettek, ahogy megérdemeltem. Elnézést. Milyen megmérgezni valakit? Hol volt az arzén? Italba keverte? Sütök. Finom lesz. Biztos? Összeesett. Dicsérd meg, apa! Tökéletes. Mondom, hogy igazi sütimester vagy. Hova mész? Megnézek egy albérletet. És mikor érsz haza? Ne biciklisz sötétben. És te vagy a nevelésmesterem. Egyetem után elköltözöm, és nem ide. Akármilyen mennyei kenyeret is sütsz. Hé, várj! Vidd el a világító kesztyűt, ha sötétben jönnél haza. Rendes vagy, anya, de ne aggódj! Ezt vedd fel! Anya, ugyan már! Elmentél sétálni az éjszaka közepén. Nem tudok aludni. Aludj velem. Miért nem alszol? Nem tudom. Ma döbbentem rá, hogy Ned már nem gyerek. Elkezdte élni a saját életét. Te is megtehetnéd. Manni és Rapini vállóperes ügyvédek. Találkozó Mendál bíró tanoncával. Tudod, mi a neve? Ma 2-kor Dulcimer Hotel. Rusty? Szia, George. Elég rossz hírek. Még? Nem hallottad? Harlasson a gyilkos. Hát visszautasították a fellebbezését. Találkoztam Lou Mertzel. Keresték Harlasson ügyvédjét a börtön miatt. Azt mondta, 2 hete nem látta. Remek, meglépett. Csak szóltam. Készülj a sajtóra! Próbáljuk összegezni. Volt egy találkád. Harlasson követett.
Váratlanul eléd állt. Elmondtad, hogy a fellebbezését visszautasítják, ő meg felhúzta a nyúlcipőt. Elég nagy hülyeséget csináltam. Ó, az ilyenek miatt megy a szekerem. Tudod, hogy hiányzik? Köszönet. Miért? Amiért nem emlékeztetsz, hogy a 20 évvel ezelőtti esethez képest nem változtam, és ugyanaz az ökör maradtam. Emberek vagyunk. Ha rossz ügyészt kapok, és Tommy Moltóra gondolok, lehet, hogy börtönbe kerülök. Harnason vallomása nem lesz hitelt érdemlő. Nem igen tartok egy büntető eljárástól, de tudod, tájékoztatni a fellebbezőt a döntés megszületése előtt. Komoly áthágása a bírói eskünek. Most hallgass rám, a bűnösséged még vitatható. Ne beszélj a történtekről, tarts ki! Ami a nőt illeti. Hogy? Abba kell hagynunk, muszáj. Egyre nehezebb lenne. Féltem, hogy előbb-utóbb eljutunk ide. De... el sem hiszem. Barbara miatt. Őt választott helyettem. Igen. Remélem, Jézus szállt a földre, ha már kirángattál a megbeszélésről. John Harnason. Nem épp krisztusi név. Harnason a homokos gyilkos. Barbara halála előtt Rusty óvadékkal elengedte és megszökött. Előállították Colville-ben, ittas vezetésért. Jimmy, az Istenért, nincs időm a marhaságra. Az ügyvédje vádalkú miatt találkozna. Miért? Harnason készép szemért? Harnasonnak elmondták, hogy börtönbe fog menni, ezért lépett meg. Ki mondta el? Maga Rusty Savage. Jimmy, most viccelsz velem? Nem látod, mit akarnak? Gondolom, Harnason az egyetlen szemtanú. Legalább egy londiner megerősítette, hogy látta őket. Valami csajjal volt? Harnason biztos benne, hogy Savage egy kufircért ment a hotelbe, de nem ez a lényeg. Savage bevallotta Harnasonnal, hogy megölte a pasiát. De mielőtt elment volna, Savage megkérdezte, milyen megmérgezni valakit? Mondd még egyszer, hogy úszta meg az a félkegyelmű? Melyik? Lassan listát kéne írni. Harnason megmérgezte a pasiát arzénnal, ugye? Igen, ritka választás. Nehéz beszerezni, de nem mutatja ki a sima toxites. Savage volt az ügy egyik bírája, vagyis tudnia kell mindezt. Tudja, hogy ezt nem mutatja ki a vizsgálat. Teljes vérkép Barbaráról? Beszélj a toxikológussal! Nem áll! Teljes vérkép! Muszáj lesz! Szokatlan viselkedés, titkolt szerető, kérdés az emberölésről? Ez a munkánk! Muszáj megtennünk! Muszáj! Vérkép! Elnézést, egy perc. Anna? Beszélnünk kell. Hónapok óta. Gyere el a matchboxba, este 8-kor. Egy házas ember is ihat egy baráttal, Rusty. Fontos dolog. 8-kor, jó. Szia. Új frizura. Elnézést. Egy vodka szódát. Hozom. Egy vodka szódát. Könnyebb ápolni. Tetszik. Munkához illő. Mint egy elegáns rabszolga. Tényleg tetszik. Kösz. Te mit iszol? Csak bobis vizet.
te is vodkás voltál. Még dolgoznom kell otthon. Ja, értem. Rusty, én nem tudom, hogy mondjam. Ezért csak őszintén. Nemrég vettem egy új lakást, és kiadtam albérletbe a régit. A jelentkezők között volt Ned. Érdeklődött a lakásról. Végül nem lett semmi, de... De mi? Randira hívott. Én nagyon ellenálltam, nemet mondtam újra és újra, faggatott, hogy mégis miért. Aztán egyszer csak valahogy igent mondtam. És beleszerettem. Te megőrültél? Szerelmes lettem. És ő is szeret. Tudom, hogy bosszút akarsz állni. Be kell fejezned. Nem akartam belemenni, hidd el. Hetekig kerültem. És tud rólunk? Dehogy is. És nem is fog. De... Neked nem kellett. Ne, ne. Ne mondd meg, hogy mit akarok. Ne beszélj egyenességről nekem. Hé, te... Ki akarsz cseszni velem aljas módon? Ugye? Hagyjam el Barbarát, vagy szétszeded a családomat? Nem, ez úgy? Nem rólad szól, hanem Nedről. Soha nem szerettem itt senkit. Senkit. Szent Isten. Tudom, esett tanulmányt kéne írni rólam, de kérlek, hagyj minket. Megőrültél. Menj a pokolba. A vérmintában nagy mennyiségben van jelen egy fenelzin nevű antidepresszáns. Akkor Barbara mégsem természetes halállal halt meg? Az biztos, hogy a halála okai. Aritmiás szívleállás, hipertenzitív krízis. Tünetei a fenelzin túladagolásnak. Véletlen túladagolás? Azt nem hinném. Az előírt adag négyszeresít vette be. A használók tudják, milyen veszélyes a fenelzin. Egész lista van arról, mit nem ehetsz a szedése közben. Vörösbor, érlelt sajtok, száraz kolbász. Mind növelik a toxicitást. Lehet, hogy bevette egy bogyót, aztán... rosszalkodott és evett egy pizzát? Ez lehetséges. És az öngyilkosság? Fél tucat olyan gyógyszert szedett, amikkel sokkal egyszerűbb elkövetni. Mennem kell. Nem üzent. És? Lehetett baleset. Baleset, gyilkosság, leesett a futópadról. Most aztán jól megszorongattuk Szevicset, fiam. Szia! Hey, szia! Hogy vagy? Egy pohár szkács után jól leszek. Sütök vacsorát. Áthívtam Nedet a holnapi vacsorára. Jó. Jó? Jön vele a barátnője. Végre beleegyezett. Persze, Anát mindketten jól ismerjük. Nem értem, Ned miért ilyen szégyenlős. Össznépi barbecue. Nem ugrasz el a... gyógyszertár felé. Ha igen, elhoznád a gyógyszereimet, meg azt a kabernét és szalámit, amit Ned úgy imád. Köszi! Itt a lista a Barbara halála előtti estén kiváltott vényekről. A receptet nem ő váltotta ki, hanem Rusty Savage, fenelzénre. Mutasd a bolti számlákat. Ezután Rusty vett egy üveg vörösbort, pácolt heringet és szalámit. Mind olyan étel, ami fenelzinmérgezést okozhat. Emellett Rusty számítógépén a rendőrség átnézte az előzményeket. Többször is rákeresett a fenelzinre. Ó, bónusznak itt vannak még Rusty számlakivonatai. Átutalások. William Rapininak, a vállóperes ügyvédnek? Itt a jackpot. Titkolta otthon, hogy válni akar, és ott van a titkos szerető. Ki a szerető? Ő elmondhatna mindent. Ki az a lány?
Tessék, itt az Advil. Amikor csak kertészkedik, csődöt mond a térde. És van testvéred? Egyke vagyok. Pont mint Ned. Annyira nem volt rossz gyerekkor. A hagymák. A hagymák. Ned, segíts, vágd föl a hagymát. Leszti, elhoztad az előételt? Igen. Konyha malac. Régi családi vicc. A legtöbb vicc a régi. Tényleg, mennyire igazad van. Haladnom kell a korral. Tessék. Na, kedvencem, köszönöm, köszönöm. Köszönöm. Barbara? Köszi. De előbb körbevezetem, Anna. Tényleg. Megkértem, hogy vigyen körbe. Addig mi apával grillezünk. Majd megyek. Színes dobozon. Összevetettem az elhunytéval. Nem kis munka volt, hogy úgy mondjam. Mo, kinek az új lenyomata van rajta? Az biztos, hogy nem az áldozati. Az összes új lenyomat valaki másé. És ki? Rusty Sebicsé. Mi van, ha Sebics azért vette ki a bogyókat, hogy segítsen a feleségének? 10 bogyóról szólt a vény. A zsaruk leltárában már csak 6 szerepelt. Valaki kivett 4-et, és csak Sebics nyúlt a dobozhoz. Hallgassunk a megérzésünkre. Sebics ravasz, mint a róka. Ismerte a gyógyszert, szeretője volt. Minden világos. Nem hiszem el. Megtette. A tárgyalást berekeztem. A bíróság álláspontját kihirdetjük. Addig konzultáljanak. Rozsett K. Sebics? Igen, én vagyok. Letartóztatom Barbara Sebics meggyilkolásáért. Jogában áll hallgatni. Joga van ügyvédhez. Bármi, amit mond, felhasználható ön ellen. Két évvel a felmentése után a Caroline Paul Hémus ügyben Rusty Sebics ismét bíróság előtt áll gyilkosság vádjával. Feltételezik, hogy megölte a feleségét. Tehát fölment a szobába és meglátta az anyját. Mit mondott az apja? Hogy már egész napja ott ül. 24 órát ott ült. Nem mondta, miért nem hívott rendőröket? Fenelzén túladagolásban halt meg. A halál ezen oka miért nem szerepelt a halottkém jelentésében, Dr. Stack? Hát, a fenelzin 24 óra elteltével nem mutatható ki a rutin méregvizsgálattal. Igaz. Csak Sebics új lenyomatai vannak a dobozon. Senki másé. Köszönöm. Én meg így. Miért kérdezi? A semmiből egyszer csak megkérdezte, milyen megmérgezni valakit. 2 hétnyi vallomástétel után a vádlóval szemben álló fél meghallgatása következik. Ideje meghallgatni a vádlottat. Értesülések szerint az ügyvéd tanácsára a vádlott részéről a koronatanú maga az alperes. Megérti, hogy országunk alkotmánya szerint nem kötelezhető saját perében vallomást ételre? Tisztában vagyok vele. És mégis itt van. Hallotta a tanúvallomásokat a vádlóktól. Megérti, hogy önt a neje megölésével vádolják? Igen, tisztában vagyok vele. És így tett, Rusty. Megölte a nejét? Nem. Mr. Molto? Rákérdezel a szeretőre. Bírónő, felszólalhatnék a kezdés előtt? Esküdtszék kivonul. Esküdtszék kivonul. Bírónő,
Mivel a vádlott úgy döntött, tanúskodik, hozzáintézem a kérdésemet a tavalyi viszonyáról. Tiltakozom. Bírónő, az előzetes indítványunk alapján ezt már lezártuk. Eltekintve attól, milyen kétesek a vádlók bizonyítékai, bármilyen viszonynak már Barbara halála előtt véget kellett érnie. Ki lett mondva, hogy irreleváns bizonyítéknak? De lehetett indíték. Miért? Mert inkább a másik nővel akart lenni. Most. Parancsol? Most kérdezzen, amíg nincs esküdtszék. Most. Savage bíró úr, volt önnek viszonya 2010 tavaszán? Inkább én kérdezek, Mr. Molto. Gyorsabb lesz. Savage bíró, mikor a felesége meghalt, volt viszonya, kalandja, bármilyen romantikus kapcsolata más nővel? Nem, nem volt. És azelőtt, pár hónappal a halál előtt volt viszonya? Nem. És akart volna kapcsolatot más nővel? Ne, ne, Mr. Molto, ez nem az az ország. Egy gondolat nem bűncselekmény. Irreleváns, Mr. Molto. De bírónő, megvan irreleváns, a lehetőség... Irreleváns, Mr. Molto. Mondtam önnek, a viszony irreleváns. Így határoztam. Rendben van. Szép kezdés. Nagyon szép kezdés. Ó, Rusty, nem csatlakozol? A titkárnőm foglalt asztalt a szemben lévő étteremben. Később megyek. Mennem kell. Dolgozom. Azt hittem, szabad napod van. Nem maradhatok. Sajnálom. Sok szerencsét. Ned, nem beszélünk egy picit. Utánatok megyünk. Nyugodtan. Ned, gondolom eltűnődtél arról, amit mondtak a viszonyról. Jó, hát akkor mondd, hogy hülyeség. Apa, ugye csak taktikáztak. Tavaly viszonyom volt valakivel. Anya tudta? Nem mondtam el. Nem fogok magyarázkodni. Ez hihetetlen. Ned. Az Istenért ki volt? Fiatalabb nő, már mindegy. Hajszoltam a fiatalságomat. Valami ismerős? Ennek vége volt, jóval anyád halála előtt. Ismeri a fenelzin nevű gyógyszert? Igen. A fenelzin egy antidepresszáns, amit a feleségem szedett. Értem. A törvényszéki számítógép szakértő vallomásában említette, hogy szakértői vizsgálatnak vetették alá az ön személyes komputerét, miután azt elkobozták. Emlékszik erre? Emlékszem, hogy elkobozták. Igen. Arra emlékszik, hogy a gép böngészőjének gyorsítótárában mindössze napokkal a neje halála előtt... Az előzményekben többször is előfordul a keresés a fenelzinre, emlékszik? Emlékszem a vallomásra, igen. Nézzük meg az előzményeket, 47. bizonyíték. A fenelzin egy MAO gátló, olvasta ezt? Nem, de értem a lényeget. 41. bizonyíték. Ez itt Mr. Harnason tárgyalási jegyzőkönyve, amit ön személyesen átvizsgált. Ebben többször is leírják, hogy az arzén mellett az MAO gátlókra sem tesztelik az elhunytat. A bíró úrnak tudnia kellett, hogy egy fenelzin túladagolást nem fedeznek fel. Ugye? Se az arzént, amivel Mr. Harnason ölte meg a párját. Tiltakozom, provokáció. Jogos. Ha már a számítógépről beszélünk és megnéztük a bíró úr előzményeit. Emlékszik, hogy a halált megelőző nap több levél is kitörlődött a privát e-mail fiókjában? Emlékszem rá. Nem csak kitörlődött, hanem meg lett semmisítve. Erre is emlékszem, igen. Ezt ön tette, uram? Nem én. Ki lakik még a házban? A nejem.
Szóval azt mondja, hogy a felesége lépett be a fiókjába és törölte ki a leveleket? Lehetséges. A nejének volt komputere? Igen. Gyakran használta az ön gépét? Nem gyakran. Nem volt a szobánkban, és mindig szólt, ha pár percre használta. A halála előtt használta a neje az ön gépét? Erre nem emlékszem. Akkor, bíró úr, a vallomásának nincs sok értelme, nem igaz? Ami azt illeti, itt értelmetlen minden. Azt gyanítja, hogy fondorlatosan e-maileket semmisítettem meg, de ugyanakkor meghagytam a fenelzint az előzményekben. És bolond mód nem töröltem le az új lenyomatomat a dobozról. Az érvelése áldás, szánalmas és igen röhelyes. Töröljék a jegyzőkönyvből. A védelem megtartaná a perbeszédet. Jogos. Tudja mit? Ön hozta fel a dobozt. Beszéljünk a dobozról. Amint tudjuk, az orvos a vallomásából Mrs. Savage-nek többször elmondták, hogy mit nem ehet és ihat, amíg a gyógyszer szedi, például bor, sajt és szalámi. Mi több? Az orvos azt mondta, önt is figyelmeztette. Emlékszik az orvos figyelmeztetésére? Alig, de igen. És el akarja hitetni, hogy a felesége kér öntől bort, sajtot és szalámit, tudva, hogy egyikből sem szabad ennie, és hogy nem, elfelejti, és csak úgy megissza a bort? Nem láttam, hogy Barbara bort ivott volna. Nettel kint grilleztünk. Nem tudom, ki mit ivott. Akkor tisztázzuk, bíró úr, a neje fenelzint szedett. Mégis leküldte önt a sarki boltba olyan dolgokért, amiktől meghal, de mégis megeszi. Akarja, hogy tippeljek? Igent mondanék. Ha valaki gyógyszert szed, tudja, mennyit csalhat a dózissal, hogy még ne legyen rosszul. Erre igent mernék mondani. Köszönöm. De ha a felesége nem itta meg a bort, vagy nem annyit ivott, amennyi megárt, hát nem halhatott meg véletlen. Ugye? Meg kellett ölni. Tiltakozom! Ugye? Rendet! Rendet! Befejeztem, bírónő. A fateromnak viszonya volt. Lényegtelen. Igaz, bevallotta. Undorító, rég el kellett volna mondania. Biztos szégyelte. Most már el is hinném, hogy ő a bűnös. Nem bűnös. Honnan tudod? Ismerem. Mégsem olyan jól, mint hiszed. Olyan rohadtul önző. Senki sem tökéletes. Nem akartam beléd szeretni. Rossz időben, rossz srác, és ezer okból helytelen is. Furcsa dolog ez a szerelem. De neked is van pár elég extrém sztorid régebbről. Ja, elég elcseszett voltam. Lehet, hogy apád is az volt. Lehet, hogy a lány is. Te tudod, ki volt ő? Anyám azt hitte, hogy érzel valamit apám iránt. Vagy apám irántad. Volt pár furcsa gondolata. Magát tette szomorúvá. Megállunk sushizni? Savage bíró, a gyilkosságon túl több magyarázat is felmerült a tárgyalás során Mrs. Savage halálának okára. Természetes út, véletlen túladagolás, mellékhatások. Ezután fölmerül a kérdés, mit gondol, hogy halt meg a neje? Úgy gondolom, öngyilkos lett a fenelzin túladagolásával. Nem volt levél. Mert úgy hiszem, Barbara úgy akarta, hogy természetes halálnak tűnjön. Ahogy a halott kém állította. Tiltakozom. Megadom. Miért akarta volna Barbara eltitkolni az öngyilkosságának tényét? A fiunk miatt. A feleségem mentális beteg volt, de mindig sokat gondoskodott Netről. Nem akarta, hogy gyötrődjön.
A neje próbált már öngyilkos lenni? Igen, amikor 20 éve külön váltunk. Nem figyelembe vehető. Ha különélés alatt történt az eset, bíró úr, nem valhat saját tapasztalatból. Meghagyom. Akkor hívjunk másik szemtanút. 9 éves voltam. Megvágtam a könyököm. Hazarohantam anyámhoz. Apám és ők külön éltek. Akkor volt anyám a fürdőben volt. A kádban. És volt egy lámpa a kezében, be volt dugva a konnektorba. Meglátott engem. Alig akarta letenni a lámpát. Azt mondta, nyugi, csak olvasni akartam. Nem volt rendben. Bíró úr, kinek a böngésző előzményeiben található meg a fenelzin? Az enyémben. A nejegépén is rákerestek a fenelzinre? A vallomás szerint nem. Azóta az eset óta, 20 évvel ezelőttől máig a felesége nem kísérelte meg elvenni a saját életét? Nem tudok róla. Akkor bíró úr, történt változás ebben az évben Barbarával, amiről ön is tud? Igen, Mr. Molto. Rengeteg minden megváltozott. Miss Belánkez. A dolgozóasztalánál ült a bankban, és egy ügyféllel beszélgetett, aki azt mondta magáról, hogy ő Barbara Szebics, igaz ez? Igen. Ez szeptember 28-án történt, igaz? Igen. Egy nappal Barbara halála előtt. Mrs. Szebics hozott magával valamit? Egy nyugtát egy ügyvédi irodától. A vád 24. bizonyítékát kérem, bírónő. Ez egy fizetett számla másolata a Mann és Rapini válóperekben utazó ügyvédi iroda részéről. Kiállítva Rozsett K. Szebicsnek. Nem értem, miért mutatják meg, hogy az ügyfelük válni akart? Azt így csekkel fizetett. Hogy tudta meg a felesége? És mi történt, Miss Belánkez? Mrs. Szebics, mintha azt hitte volna, hogy a nyugtát véletlenül küldték hozzájuk. Tiltakozom. Hallomás. Megadva. Miután felmutatta a nyugtát, mit kért öntől Barbara? Hogy nézem meg, a csekkszáma megegyezik-e a férjével vezetett közös számlájukéval. A számlakivonaton nem találta. És mit válaszolt? Megkérdeztem a főnökömet. Miről, Miss Belánkez? Szigorúan vesszük az adatközlést. Kell egy vezető beleegyezése. Ha Mrs. Szebics rajta van a számlán, úgy közölhető az adat. Osztott meg Mrs. Szebicssel adatot a közös számlára vonatkozóan? Igen. Adtam egy példányt a banki csekkből. Olyat, amilyet a férje vett a számláról levett pénzzel. Hogy fizesse az ügyvédet? Köszönöm, Miss Belánkez. Nincs több kérdés, bírónő. A feleség tudta, hogy a férj el akar válni. Folyamatosan marakodtak egymással. Rusty kinyírta. Mit számít, ha kiderül, hogy tudott az ügyvédről? Nem veszítjük el az ügyet. Felénk lehet a dom, Jimmy. Van egy hiba. Miért babrált a kompjúterrel? Ha titokban akarja kinyírni magát, miért hagy hátra virtuális nyomokat? Hogy Rusty megtudja. Lehet, hogy Barbara keresett rá a fenelzinre, hogy Rusty rájöjjön, mi ölte meg. A srác, a külvilág, hadd higgyék, hogy szívrohama volt, de Rusty emészte magát. Most nem veszíthetünk! Ha a számítógép használatáról van szó, az ön apja zöldfülű. Na és önnet? Ön ért a számítógépekhez? Igen, értek. És az anyukája? Ő zseni volt. A matematika doktora, mindenki tőle kért informatikai segítséget. Tudja a jelszót az apja kompjúteréhez? Igen, egy rosszul őrzött titok a családban. Rozsett, de H-val. Szóval, az anyja is tudta a gép jelszavát? Természetesen, jobban tudta, mint apa.
Mondja, Ned. Tudta, hogy meg fogom kérni a komputerrendszer demonstrálására, igaz? De tudta, milyen formában? Nem tudtam. Kérem, írja be jelszónak, hogy Rosette. Majd, ha sikerült, kapcsolja be az említett e-mail megsemmisítő szoftvert. Ne, hagyd! Lehet, hogy nem sikerül. Rustynak. Hellóka. A rózsa vörös, szép a világ. Nagy bajban vagy, amit én hoztam rád. Uszil, tudod ki. Rendet! Rendet! Leülni! Mindenki nyugodjon meg, kérem! Leülni! Jimmy, mi a neve az informatikusnak? Gorvetics. Szaktársam volt, profi. Azt a laptopot már karácsony előtt elkoboztuk? Ja, Mézen bírónál volt. Még nem volt tiszta, mit foglalhattunk le. Emlékszel? Ha kiderül, hogy igazi a videó... Nem igazi. Jimmy, szeretlek, imádlak, de kevered a reményt a ténnyel. Ha a videót odacsempészték, remek, Rusty Savage hűvösre megy. De ha igazi, nekünk annyi. Nem igazi. Igen? Gorvetics. A videót Barbara halála előtt készítették. Valódi. Köszönöm. Még egy újságíró. Megint ugyanaz a kérdés. Molto leszáll-e az ügyről? Lefog? Nem. Molto nem adja fel. Kitalál valami képtelenséget arról, hogy Rusty maga csempészte oda a fájlt. Rusty a vádemelés előtt nyúlt hozzá utoljára a laptophoz. Az ilyen elmélet csak szégyent hozna rájuk. Miért nem írta alá? Barbara be akart kaszlizni. Miért bizonyítja az ártatlanságomat egy hülye üdvözlőlap? Mert a bírósági tárgyalás elég nagy bosszú a hűtlenségedért. De életed végéig börtönbe zárni már túlzás, főleg, hogy van egy fiad. Ott van! Mr. Molto, el fogja engedni a vádat? Az ügy a bíróságon zajlik, nem az utcán. Az áldozat palira vette volna az ügyvédi irodát? Nem válaszolok. Imádom, ha ilyen durci. Lebukott a Rusty, lebukott a Rusty, elmegy a Rusty a hüvösre! De jó vagy! Gorvetichnek volt egy zseniális ötlete. Azt mondta, a te ötleted volt. Ne viccelj! Majd megosztjátok a Nobel-díjat, mi történt? Emlékszel, hogy szivattak a fellebb vitelisek? Nem akarták, hogy megnézzük a jegyzőkönyveket a laptopon. Igen, és oda kellett adnunk a gépet Mason bírónak. De csináltunk egy másolatot a merevlemezről, mielőtt továbbadtuk volna a laptopot. Gorvetich rájött. Megnézhetjük a másolatot. Így megtudjuk, mi volt rajta a gépen, mielőtt továbbadtuk. A másolat megvolt a bizonyítékraktárban. Jim tegnap elkérte és elvitte Gorvetichnek. Jimmy, kérlek, mondd, hogy volt veled valaki Sandister csapatából. Mielőtt megvizsgáltuk volna, nekik is adtunk egy másolatot. Nézzék meg nyugodtan, az üdvözlőlap nem lesz rajta, garantálom. Bírónő, a szakértőnk megvizsgálta a merevlemez novemberben készült másolatát. Kijelenthető, hogy a fájl nem található rajta. A szakértőnk 24 órát kér, hogy kiderítse ennek az okát. Minek? Minden tiszteletem, bírónő, de már megvan a válasz. Kamu volt. Ilyen egyszerű. Az eset egyáltalán nem olyan egyszerű, mint ahogy Mr. Brand gondolja. Ezek az önök szakértői. Hadd beszéljek most az enyémmel. Szünet. 15 perc. A fájlt csak akkor tudhatták rácsempészni a laptopra, amíg az Mason bíró irodájában volt. Az emberem szerint legalább egy óra létrehozni egy ilyen fájlt. Megvan a bejelentkezések listája? Igen. Csak négy ember fért hozzá a lefoglalt laptophoz. Te, Rusty? Ki kellett nyomtatnom néhány iratot. Pár perc volt. Egész pontosan 28 perc. Ned kétszer járt bent, egy órán belül. Ő csak lemásolt néhány jegyzőkönyvet, én kértem. És 1 óra 6 perces látogatás Anna Vostiktól. Ő helyettem ugrott be. Mézen megengedte, mert Anna apámnál dolgozott. 1 óra 6 perc? De utána elmondta, hogy a főnöke berakta egy konferencia hívásba. Mr. Stern,
A bírónő a terembe hivatja az ügyvédeket. Hallgassanak ide. A kérdés az, ki ölte meg Mrs. Savage-et, nem az, hogy kibabrált meg egy laptopot. Az esküdtszék figyelmen kívül hagyja a videót. De nem, bírónő. Az esküdtszék már látta azt a videót. Nem hihetik el Barbara öngyilkosságát, vagy hogy Rustyt akarta bemártani. Ha előhoznánk pár szemtanút... Már is vannak tanulók. Már elnézést, bírónő, de amint látom, ön azt akarja, hogy hátrakötött kézzel fejezzük be a tárgyalást. Este még átgondolom. De holnap ítélethirdetés. Remélem, nem marad ügyvéd nélkül. Sandy nincsen jó bőrben. Tüdőrákja van. Jó orvosság neki, hogy megint önnel csatázhat annyi év után. Akkor nem fosztom meg tőle. Nem vagyok Szent Tomi, de gyilkos sem. És mégis sorban halnak meg a női. Bűnös ember vagyok. Hiúság, vágy, gőg. Mondhatni, kerestem a bajt. Igen. De nem öltem meg Barbarát. Fejezzük be a játszmát. Mindketten tudjuk, hogy elfajulhat a tárgyalás. A nyomozás akadályozását magamra vállalom. A többi vádat egyhetik. Vagyis... bevallana egy kisebb bűnt, hogy megúszza a gyilkosságot? Nem követtem el. Érje be ennyivel. Megúszta a gyilkosságot? Ezt amúgy is megúszta volna. Jobb, mintha mi vádolnánk meg mással. Azért vall be néhány kisebb bűnt, mert megölte a nejét. Miért ebből indulunk ki? Ha valaki meglép vagy hazudik, már egyből bűnös lesz? Rusty Savage eleget csalódott az igazságszolgáltatásban. Jogos, hogy nem bízik benne. Fogadjuk el. Elmondom miért. Mert megérdemled. Ha megúszza, örökre rajtad marad a bélyeg. De a nyomozás akadályozása, főleg egy bírótól. Azt mondják majd, végre odaraktad Rustyt, ahová való, a rács mögé. Ki tudja, lehet még testületi tag is lehetsz. Négy éves a fiam. És már úton van a következő. Látod? Megérdemled. Tudnod kell, hogy igyekeztünk megegyezni a vádalkú felül Moltóval. A gyilkossági vádat ejtik. Apád vállalja a bűnösségét a nyomozás akadályozásában. Két évet fog ülni börtönben, aztán megy tovább az élete. Akadályozás mit tett? Nem mondta. Én úgy érzem, van valaki, akit nem akar belekeverni, tehát hallgat. Mondd el az igazat! Akadályoztam a büntető eljárást. Hülyeség! Be se tudsz kapcsolni egy laptopot! Ez bűntény. Elveszted az állásodat, az engedélyedet. Elveszted... mindenedet. Kivéve téged. A város másik végében voltam. Csendet a teremben! Mr. Savage, egyetért a vádalkuban foglaltakkal? Egyetértek. A bíróság elfogadta a bűncselekmény beismerését Rosette K. Savage-től. Bűnös, büntető eljárás akadályozásában.
Mr. Sebicset 2 év szabadságvesztésre ítélem. Végeztünk. Nyomás! No, 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 Tomázó! Pazzo ragazzo, teszed le? Gyerünk, menj vissza, játsz inkább a barátoddal. Szépen kidobjuk a szemetet. Igen. Ó, Ilén. Jó napot. Az unokája? Ő a fiam. Későn kezdtem. Ő a lánya? Az unokahúgom. Anyát játszom, csak felelősség nélkül. A Sebicset óta nem láttam. A második óta. Nagyon vicces. Ismeri a mondást. Egy kis igazság is jobb, mint a semmi. Látja, ez jó mondás. Önnel kellett volna maradnom a tárgyalás után, nem Brendel. A matchboxban. Jó nagy buli volt. Oltári berúgást hagyott ki. Jimmy Brand volt a góré. Jimmynek jól csúszik az alkohol. Aha. De mondott egy dolgot, ami elég fura volt. Épp mondtam neki, milyen rossz lehet, hogy ennyi munka után ilyen bén az eredmény. És röhögött. Azt mondta, hogy a tökéletes gyilkosság után Rusty olyan értül, amihez semmi köze. Na, ez röhelyes. Ezt miért mondta? Gőzem sincs. Mi van, ha Jimmy szerint a videót a laptopra nem Rusty töltötte fel, hanem egy kívülálló? Jimmy néha képzeleg a piától. Ariana, kincsem, nem szabad. Gyere ide. Itt van Molto, halljátok! Bejött Molto, ez a személy. Te rohadt patkák. Nem hiszem el, itt van. Elöltöz már! Rusty? Jó a borosta. Hogy érzi magát? Nem túl tápláló a kaja, de van szobaszervíz. Az irodában azt beszélik, hogy el sem követte a büntényt, amiért ül. Ki mond ilyen sületlenségeket? Lényegtelen. De azt megmondom, ez az ötlet nem hagy nyugodni. Felébreszt az éjszaka közepén. Felébreszti önt az éjszaka közepén? Elmondom, mire gondolok. Van egy fiam. Ha valaki azt mondaná nekem, hogy 2 év kóterrel megmenthetném a srácom életét, nem lenne kérdés. Rögtön bevállalnám. Megható. Ha ön lennék, és megtudnám, hogy egy szerettem babrált azzal a laptoppal, feláldoznám magam, és ülnék, csak hogy megmentsem. Ja, de akkor ártatlan lennék, de mondtam, hogy bűnös vagyok. Értem. Magyarázz el, mit csinált a laptoppal, jó? Csak 4 szem közt. Kivihetem innen, Rusty. Ha kell, rendelkezem, hogy senki más ne vádoljanak. Jól van. Az igazság. Egyszer is mindenkorra. Akadályoztam a nyomozást. Fogadja el. Csessze meg, Rusty.
Orestis? Orestis! Hát kell nézem a Kavanó aktákat. Kiadná az iratokat? Főnök! Esik odakint? Ja. Merre járt? Voltam a BV-ben, megnéztem Szebicset. Tudja, a pokoltúra. Az a bíró? Az a szitu nagyon nem okés. Még mindig gondolkozom, hogy törték fel a laptopot. Nem én voltam, az biztos. És mit gondol? Én? Igen, mit gondol? Megvan a nagy bruhaha, miután kiderült, hogy kamu a lemez. És Gisling hogy nyomta, hogy senki sem fért hozzá a laptophoz? Sem Szebics, a kölyke, a csajszi. Elvileg egyiknek sem volt ideje hekkelgetni. Igen. De figyeljen! Hárman csinálhatták. Az első hozta a pendrive-ot, a második feltörte, a harmadik eltüntette a nyomokat. Csapatmunka. Már kettejüknek is ment volna. Ön így csinálta volna? Én egyedül megoldom. De ez a munkám. Megnézni, hogy hamis a bizonyíték. És? Mármint ez... ez a melóm. Nézze, egyik este leszedtem a szalagot a laptopról a másnapi tárgyalásra. Ott volt Jimmy irodájában a sarokban. Fölmegyek, mondom... Várjon. Nem közvetlen a tárgyalás előtt szedik le a szalagot? Főnök, nekem olyan korán suliban kell lennem. Szóval Jimmyvel elővesszük a laptopot. Látom a szalagot a bekapcsológom felett. Mondom, tesó, ez fura! Vagyis? Volt egy lehelletnyi rés a szalag alatt. Fogom a pálcát, Jimmy meg majdnem nekem ugrik. Azt hiszi, felnyitom. Azon a napon vallott a bankos csajszi. Jimmy úgy volt vele, így is elég gatya a helyzet. De megnyomtam a gombot. Hadd parázzon. Látja, erről papolok. Ki kell találnom, melyik bizonyíték. Lehet hamisítható. Ha be is lett volna kapcsolva a laptop, le kellene tépni a papírt, hogy használd a billentyűzetet. Nem. Hozol egy másikat és rádugod. A laptop oldalán volt egy szabadon maradt bemenet. Szebics bizonyítékai? Azt hiszed, hogy szerencsét hoz? Inkább csak trófea. Találkoztam Elaine-nel. Berúgtatok a tárgyalás után. Elmondta, hogy szerinted Rusty nem követte el azt, amiért ül. Én meg gondoltam azt hiszed, hogy a fiának falaz. Ki tudja, hogy mit hittem. El voltam ázva. De Elaine is. De akkor sem értem, honnan jött az ötlet, hogy Rusty a gyereke helyett ül. Csak megérzés. De miért? Kit érdekel? Rusty kaptárban, oda is való. Mitől félsz? Elmondom, mitől félek, Jimmy. Attól, hogy tudod, hogy nem is Rusty hekkelte meg a gépet. Ezt miből gondolod? Például az asztalnál ültél egész este, miután felnyitották a gépet. Orestis megmutatta, hogyan kapcsolt be. Értesz a kütyükhöz, Jimmy? Együtt tanultál Gorvetics-sel. Ezért meg kell kérdeznem, ugye nem te törted fel a laptopot? Rusty megölt valakit. Kettő valakit. Most nem úszhatta meg. Végre nyertél. Azért neked sem jött rosszkor, igaz, Jimmy? Tudom, tervezted már, hogy te veszed át a helyemet. Jó. Éjszaka közepe volt. Jött egy őrült ötletem, és engedtem neki, csak mert tudtam, hogy megtehetem. Aztán eluralkodott rajtam. Hogy őszinte legyek, végig röhögtem magamban. Nem hagyok senkit kóterban ülni ártatlanul. Megőrültél? Felhívom Sandy Sternt. Az még él? Igen, az még él.
Sőt, egyre jobban van, és ez a hír is jó kis szíverősítő lesz neki. Ha vele meg vagyok, felhívom a bírónőt, csak ki kell találnom, hogy mit mondjak, és veled mi legyen. Nem tanúztam hamisan. A bíróságon annyit mondtam, hogy hamis a lemez. Nem vádolhattok. Ha meg is próbálnád, téged hibáztatnának. Azt hiszem, rájöttem. Ezzel az irodával most szűnt meg a munkaviszonyod. Te voltál, aki bizonyítékot hamisított. Te leszel a hibás Szebics ügyért. Te leszel a fekete bárány. Mondjak búcsút a karrieremnek. Ezt meg kéne köszönnöm? Igen. Igen, köszönt. Ide állok. Lefogytál. Igen, nem túl tápláló a menü. Aná, mielőtt ideér. Tudnom kell, hogy ne tudja-e. Ne. Ezerszer próbáltam elmondani, de képtelen vagyok rá. Ez így helyes. Nem lenne jobb. Szereted őt, ugye? Szörnyen. Mindennél jobban. A legrendesebb férfi a földön. Jó. Ezt akartam hallani. És emellett rettentő hasonlít rád. Remek. Remek. Ne, csak maradjon hal, mire odaérek. Köszi. Ó, na, megígérem. Jól van. Szia, Lorna. Lorna? Lorna, ő a volt osztálytársad. Ne kezdj rögtön kombinálni, már évek óta próbál áthívni magához. Halászni. Ó, igen, persze. Akkor rendes halat hoz haza. Jó, csak találnom kell egy húsboltot. Na, itt van a pecabot. Bocsi, hogy úgy eldugtam. Semmi baj, nem gond. Nem hittem, hogy egyszer kell majd. Kérlek, mondd el az igazat. Figyelj. Az anyámról. Kérlek. Tudod, hogy utáltam gyerekkoromban, hogy mindenki titkolózik? Most... Kérlek, mondd el. Amikor Anával átjöttetek vacsorázni, épp hátul kertészkedtem, és megfájdult a térdem. Anyukát hozott nekem 4 advilt a konyhaasztalra. Itt az Advil. Igen, emlékszem. Nem vettem be. Inkább figyeltem kettőtökre Anával, és végül itt hagytam. Miután elmentetek, fölhozta a bogyókat a szobánkba. Hé, vedd be! Vagy nem fogsz tudni reggel kikelni az ágyból. Az a baj, Ned, hogy a fenelzin tabletták is ugyanúgy néztek ki, mint az Advil. Ugyanaz a szín, ugyanaz a méret. Ez Advil?
Valami olyasmi. Tudta, hogy megtudtam. Micsodát? Meg akart ölni? Igen. Akkor még nem tudtam, de már járt a bankban. Kitörölte az e-mailjeimet. Megmutatnád a dobozt? Nem akarta, hogy lecsukják, inkább meghalt. Reggel mindene izzadt volt, és nyírkos, már meghalt. Azt hittem, szívroham. Nyilván azután rakta oda, hogy lefeküdtem aludni. Ez volt az ő búcsú levele. Azt akarta, hogy tudjam, hogy tudja. Aznap délután az egészet összeraktam, hogy gumikesztyűben nyúlt a fenelzines üvegcséhez. Belépett a laptopomba, és kitörölte a viszonyról szóló leveleket, hogy bemártson. Mit csináltál a nyugtával? Lehúztam a vécén. Ilyen módon akadályoztam a nyomozást. Hé, Ned. Tönkre mehettél volna. Megúsztad. Visszakapod az engedélyedet, az állásodat. Igen, valamikor. Vissza kell mennem az irodába. Majd a túrád után beszélünk. Igen. Kérlek, ne haragudj, hogy ezt mondom, de olyan, mintha még mindig titkolnál valamit. Szeretlek. Én is szeretlek. Uszilom Anát!